szeretettel köszöntöm nézőinket. Egy izgalmas történet áll előttünk, Gedeon története. Bírák könyvének 6. fejezetének a 11. versétől olvasom Isten igényét. Azután eljött az úr és leült a tölgyfa alatt, amely ofrában van, amely az Abinézer nemzetségből való jóásé volt. Fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtába, hogy megmentse a midjányiak elől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és ezt mondta, az Úr veled erős férfiú. Imádkozzunk. Hálásak vagyunk, Uram, azért, mert te pontosan látod azt a helyzetet, amiben vagyunk, de nem csak ezt látod, hanem azt is látod, hogy mivé teremtettél. Amen. Amikor ezt a történetet olvastam, akkor nagyon érdekesnek tartom azért, mert tudom azt, hogy mi van a hátterében, miért szólítja meg Isten ilyen módon Gedeont, és mi lesz belőle. A háttere az, az, ennek a történetnek, hogy Isten népe úgy döntött, hogy hát bálványoknak áldoz, és hűtlenül elfordult Istenétől. De ennek a következménye az volt, hogy, hogy idegen népek jöttek, megengedte Isten, hogy, hogy betörjenek idegen törzsek, és gyakorlatilag elvegy, elvegyék azt, amit, amiért dolgoztak, ők vetettek, ők, ők mindent megtettek, hogy legyen termés, és amikor aratni kellett, akkor mint egy gyors termelő, jöttek és elvittek mindent azonnal. Úgyhogy ez történt Izrael, és ez azért volt, mert nem hallgatott Isten szavára. Amik, ha valaki elfogadta Jézus Krisztus urának és megváltójának, és szövetséget kötött Istennel, olyan módon már nem élhet, mint előtte, már ugyanúgy nem élhet, mint bárki más, mert, mert hogyha közünk van az Istenhez, akkor úgy nevel minket, és úgy számít ránk, mint gyermekére. Ha elmegyek a játszótér mellett, és káromkodnak a gyerekek, akkor csóválom a fejemet. De ha az én gyerekem csinálná ezt, akkor lenne egy-két szavam hozzá. Ugyanígy, hogyha ha valaki olyas, valaki lázadna Isten ellen, és, és imádna bálványokat, akinek semmi köze nincs az élő Istenhez Jézus Krisztushoz. Isten nem tetszését, kinyilvánítaná, de a, a, a hívő keresztény ember felé lépéseket is olyan mértékűen tenne, hogy helyre igazítsa. Ahogy én se hagyhatom a gyerekem, úgy nőjön, mint a gaz. Isten se hagy minket úgy, hogy úgy nőjünk, mint a gaz. Ma a hitlépéssel kapcsolatosan szeretnék egy pár gondolatot mondani. Hogy az első pontja az igényedetésnek, hogy Isten szava indítja el az hitlépést. Mielőtt Gedeonhoz oda menne az angyal, már Isten indítja a profétát, hogy, hogy elmondja a proféta által az Úr, hogy Isten kegyelmes, aztán, hogy Isten a szabadító, és a minden nyomorúság, ami, amit a nép éri, az nem Isten tehet róla, hanem a népnek, a bűnének a következménye. És ez azért fontos, mert, mert amikor éljük az életünket, és Isten ellen megyünk a döntéseinkkel, életünkkel, akkor, akkor a következménye a sokszor olyan, olyan problémákat hoz be az életünkbe, hogy, hogy összezavarodunk, és egy, egy idő után már az Isten kezdjük el vádolni, pedig, pedig a, a mi rossz döntéseink következményét vesszük és eszünk abból. De amikor megszólít az Isten, akkor, akkor úgy helyreáll a világ, és megtudjuk, hogy hát, igazság szerint nem nem az Isten a rossz, hanem az Isten a kegyelmes, nem, nem, ő a gyenge, hanem ő a szabadító, és minden egyes dolog, amit, ami ér minket, az, az a, mi nekünk a, a, tetteink, döntéseinknek a következménye. És a megtérés ez egy ilyen, ilyen folyamat, amikor az Isten megszólít, megérint, és azt mondja nekünk, hogy hogy szeretlek, mert Krisztus által megváltottalak, meghaltam érted, ő, megszabadítalak, ha hiszel bennem, a hit által szabaddá teszlek, de előtte tud meg, hogy vannak bűneid, amik miatt ő, ő, úgy áll úgy az életed, ahogy áll. És amikor elérkezik el az, a, az a pont, hogy megértjük ezt az üzenetet, és, me, és befogadjuk Jézust, akkor összetörve, bocsánatot kérünk, és hallgatunk rá, akkor elkezd tisztulni az életünk. Egyre jobban kiteljesedik az életünk. Ö, szóval az első pontja az ige érdetésnek hogy Isten szavával indítja el a hitlépést. Isten szavával kezdődik az új élet, Isten megszólít. És ö, ahogyan Isten a világot teremtette az ő szavával, úgy teremti újjá az én életemet és a te életedet is, amikor megszólít, és megértjük, hogy ő kegyelmes, szabadító, de minden dolog, ami ér minket a mi bűneink következménye képpen van az életünkben. És akár társadalmakról is láthatjuk azt, hogy voltak ő, ő, társadalmak is, akik már annyira elzüllöttek, hogy úgy nézett ki, hogy hogy szétesik az a társadalom. Mint például Finnországban történt az, hogy olyan mértékig alkoholista volt már az a társadalom, hogy félő volt, hogy szét fog esni. És volt egy evangélikus lelkész, aki egy ilyen ébredési igehirdető volt, és bűnbánatra jutottak az emberek, megtértek az emberek, és, a társadalomra olyan hatással volt ez, az ébredés, hogy, újból egy, új virágzása lett annak, annak az országnak, akár Angliába is. Amikor a metodista ébredés volt, ott is vezliék elkezdték hirdetni Isten igéjét, és, az elzüllött, széteső társadalom, amikor megismerték a Krisztust, akkor, akkor egy nagy változás történt, és addig teljesen természetes volt az ülöttség, vagy akár, hogy loptak a munkahelyről, de, de amikor meg, megérkezett az Isten szava, és bűnbánatra jutottak, akkor elkezdték visszahordani a gyárba a, a, azokat a dolgokat, amiket el... Loptak, és, és, és akkor külön raktárakat kellett építeni. De ez nem csak akkor volt, akár a skót ébredésnél és az összes ébredésnél ilyen problémákat hoz az Isten szava, hogy, hogy elkezdi az embert zavarni a mocskos szája, elkezdi zavarni a mocskos szíve, és rájön, hogy, hogy az Isten kegyelmes, az Isten szabadító, Krisztusban megszabadít és minden egyes dolog, ami engem ér, az az én bűneim következménye. Szóval ez volt az első pontja. Hogy Isten szavával indítja el az ébredést, a hitlépést. A második pontja, hogy Isten szava hitlépésre késztet. Gedeon egy ilyen földbe vágott ilyen csűrnek is nevezzük, de hát tudjuk nem csűr de hogy azért földbe vágták azt a helyett, hogy amikor jönnek ezek a keleti törzsek, akkor ne lássák meg őket, és, és csépli a, a gabonát, tudjuk azt, hogy szellős terepen csépelték a gabonát, hogy a, a, a tokja a magnak az, le, az leszakad, vagy, vagy le kinyíljon, és, és, akkor, és, akkor, a szél föl elvigye a polyvát, és, és, és ez belső területen nem, nem, csinálták a szobába, a csűrbe, ezeket nem, nem végezték, mert, mert akkor nagy porral és, 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 nagy, nagy köhögéssel járt, hogyha ezt, ezt akarnánk csinálni. Ugyanúgy, ahogyan a szőnyeget sem a, a nappaliba rázzuk ki, meg verjük a, a szőnyeget, hogy, hogy, hogy a por meg, megszűnjön lenni, benne lenni, hogy hogy tényleg nem poroljuk ki a dolgokat belső részen, mert hatalmas nagy por lesz, és, és nem látunk ott benne, és köhögünk. Ugyanígy ez, ez belső területen nem nem teszi az ember, amit csinált Gedeon. De hát azért teszi ezt, mert, mert ha meglátták volna az Amalekiták, a midjániták, meglátták volna a keleti törzsekből lévő emberek, hogy, hogy van még búza, akkor oda volna, és elvették volna tőle, és hogyha ellenkezett volna, megölik. Úgyhogy ilyen gyáva módon teszi ezt, hogyha ítélkezni akarnék, nem akarok ítélkezni, mert végülis itt az életéről van szó, de hát nem odavaló. És akkor, amikor Ö, ezt végzi, ezt a belső, belső ö, cséplést, akkor megjelenik az Úr Angyala, és hogyha ez a földbe volt válva ez, a, ez a, a, helyiség, akkor úgy fölötte megjelenik, ott a fal tövében meg, megáll, leül, és ott nézi, ahogyan, ahogyan ezt, a, ezt fajta a, gyáva cselekményt teszi, és akkor megszólítja Gedeont, hogy veled van az Úr, vitéz, Szerintem Gedeon körben körbenézett, hogy valaki van még rajtam kívül. Szerintem ő, ő, lehet, hogy még azt is gondolta Gedeon, hogy valaki gúnyolódik velem. Igazság, Szent Gedeonnak a, a nevének a, a jelentése, az, az azt jelenti, hogy pusztító, és ö, ö, hogy a, akinek a keze megsérült, sebzett Harcos és az erős vitéz kifejezéshez a nevére is utalt, hogy, hogy amikor, amikor ő, valaki pont a nevével ellenkezőleg cselekszik és megszólítja, ott Gedeont, veled van az úr, erős vitéz. Itt a Karoliba úgy mondja az úr, veled erős férfiú, megszólítja az angyal. És egyrészt ez, a, ez az Istennek a szava az angyalon keresztül, egyrészt ő, ő bűnbánatra viszi, hogy kellene vinnie, ilyen tükör tart, hogy rossz úton haladsz, rosszul csinálod, rossz fele mész. Nem, nem, nem azt szerint ő, viselkedsz, ahogyan én megálmodtam, ahogyan elhívtalak. Az mi életünkben is lehetnek olyan dolgok, hogy éljük az életünket, és szembe megyünk minden minden olyan dologgal, amit szentnek és fontosnak tartottunk, és akkor Isten igéje megszólal, és tükröt tart, és azt mondja, hogy, hogy hogy rossz fele mész. És azzal, azzal állít helyre, hogy, hogy az ő szavával megmutatja, hogy minek hívott el minket. Megmutatja, hogy mi, mire hívott el minket. Amikor amikor a Kínába bejött a kommunizmus, és aztán megjelentek gyülekezeteknél, templomoknál kommunista katonák, és volt olyan templom, nagy templom, megálltak ott az ajtóba, és azt mondták, hogy itt van egy Jézus kép, és aki leköpi, az hazamehet. És akkor szépen, akik előtte dicsőítették, az Istent elkezdték köpködni, és mentek haza, hogy az életüket féltsék erre meg oda ment fiatal tinédzser lány, sírval, hajával törölte a képet, és, és szorította, és azt mondta, hogy az én urammal ne csináljatok ilyet. Hát tudjuk, hogy nem a kép az ura, de, de hogy ő azt jelképezte számára, és akkor az így nagyon meghatódott ez, a, ez az istentelen katona, és azt mond, aki vezette ezt a csapatot, és azt mondta, látjátok, hogyha így, így hinnétek ti is a mi eszménkbe, akkor nem így tartanánk, és, és akkor így menekült meg. De tényleg az engedelmesség ennek a lánynak, a szeretete, a Krisztus iránti szeretete, az, az tükröt tartott mindenkinek, aki, aki már leköpte azt a képet, vagy készült leköpni úgy Azt mondom, hogy a mi életünkben is az Isten igénye ugyanígy tükrött tart, hogyha arra megyünk, amelyre nem az ő akarata, nem az ő elhívása. Tükrött tart, a maga a kereszt is tükrött tart számunkra. Hogy a, ha ő ezt tette értem, akkor én mit teszek érte? Akkor ha, ha ennyire szeretett, akkor én, én, én hogy élek? Az ő kegyelme az, a, a, ami bűnbánatra visz, és felépít, és, és az ő szabadítása visz ki az ő kegyelméből. De minden egyes dolog, ami ér engem, az az én tetteimnek a következménye. Úgyhogy a, a, az, ez, hogy veled van az Úr erős vitéz. De van egy másik oldala is ennek az Isteni szónak, hogy nem csak a nevére utal, hanem, hanem a történetet ismerve látjuk, hogy a jövőre is mutat, hogy Isten már tudja, hogy mivé Teremtett, és mivé fog válni. És hogyha elhisszük, amit az Isten mond, az ő szavát, akkor befogadjuk, megragadjuk, akkor megtapasztaljuk, hogy amit mond, hogy neki van igaza, hogy a jövőről profétikusan előre mutat, és megéri hallgatni rá. Hogyha elhiszem, hogy Jézus a Krisztus, és benne van örök életem, és hogyha ha hittel ezt befogadom, befogadom Krisztust, az ő lelkét, akkor egyszerűen azt tapasztalom, hogy, 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 hogy folyamatosan visszaigazol, amikor, amikor szól, és amikor eljön az utolsó nap, akkor, akkor olyan jó az, hogy, hogy, hogy azt fogom megtapasztalni, hogy megérte hallgatni rá, megérte megragadni az igét, megérte, hinni a Krisztusnak, a Krisztusban. Szóval egyrészt rámutat, tükröttat, rámutat a, a gyávaságára, a bűnére Gedeonnak, hogy ott csépeli a gabonát a, a csűrben, lenn a fölbevált helyiségben. Azután rámutat arra is, hogy, hogy, hogy nem erre van elhívva, és benne van a, az Isten szavába, a jövő, a jövő reménysége, a jövő ígérete. Hát amikor a Zarándok útja könyvben John Bugyon, amikor ír a zarándokról és bezárják a zarándokot a kételkedés várába, és ott van, és minden nap megveri őt a kétségbeesés óriása, és úgy van vele, hogy a társával, hogy nincs, itt, itt van a vége, akkor eszébe jut, hogy a zsebembe van, vagy a, nálam van az a kulcs, amelyet a keresztnél kaptam az ígéret kulcsa. És az is kiderült, hogy a kételkedés várának a zárába beleillik az ígéret kulcsa, és ezáltal menekül meg. Ez egy nagyon jó kép erre, hogy az Isten igéje, amit szól, itt Gedeonnak is, amit szól, hogyha elhisszük, amit mond, ő, azok az ígéretek mind valóságá lesznek, és szabaddá tesznek az ígéretek, az mert ha elhisszük, és elkezd, elkezdjük ő, ő, megélni, hitlépésre kész, hogy inkább higgyünk az Istennek, ez egy hitlépés, hogy inkább hinni az Istennek, amit ő mond, mint az érzelmeimnek, mint a, mint a, jelenlegi helyzetemnek, hanem inkább elhiszem, amit az ige mond. Lehet, hogy mindenki mást mond, lehet, hogy mindenki sze, sze, áral, ö, áral megy, de, de a, aki Krisztusban van, aki elhiszi, amit a Krisztus mond, az Isten igéje van, az, 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 az kezd menni, mert az ígéretei, ígéretek az ővé. És a harmadik pontja az ige hogy a hitlépés ugrás a sötétségbe. Tehát azt mondja ő, itt Isten igéje, hogy, hogy menj el, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt, mindjárt markából én küldelek el téged. És meg azt is mondja, én veled leszek, és úgy megvered mindjárt, mintha csak egy ember volna. Hát azt kell mondanom, hogy, hogy ő, ő volt a, a magyar népmeséket nézzük, ő, ő volt a, a legkisebb gyerek a legkisebb családba. És mégis őt válaszza ki az Isten. Az a, azért őt választa ki, hogy megmutassa a hatalmát, hogy a minél kisebb valaki, ő annál jobban látszik az Isten hatalma. És hogy, hogy ezáltal, hogy, hogy elhívja, megszólítja őt az Isten igéje, ő, és azt mondja Isten, hogy hogy lépjél, hídben ki, Hidd el, amit mondok, és lépjél, és tedd meg a következő lépést. A hídben a következő lépés. A hídben a következő lépés által meg fogod tapasztalni, hogy megfogod, a te erőd által fogod megverni, mit jelent. Hát mi az ő ereje? Mondjuk 120 ezer ember ellen, aztán végén kiderül, hogy 300-an fegyver nélkül megfutamítják azt a, azt a 100 ezernél több embert. Mi, mi, 300 fegyvertelen ember több mint 100 000 emberrel szembe. De ha hiszel az Istennek, ha el, jobban, jobban hiszel, mint az érzéseidnek, mint a, mint, mint tényeknek gondolsz, hogy te elhiszed, hogy amit mond, arra ráépíted az életedet, megragadod, amit a Krisztus mond, elhiszed, hogy érted, halt meg. Kegyelmes az Isten, hogy ő a szabadító, és ő meg tud bármiből szabadítani, meg tud szabadítani az alkoholizmusról, a drogtól, mindenféle mentális megkötözöttségtől, betegségtől, torzulástól, hogyha ha inkább elhiszed, amit a Krisztus mond, és, és odaadod a szívedet, megkéred, hogy jöjjön az életedbe, az ő Szentlélek által megtapasztalod, hogy úgy megszabadulsz, lehet, hogy, a pszichológusok, a pszichiáter nem tudna veled mit kezdeni, de hogyha hiszel a Krisztusba, ha megragadod a szavát, akkor megszabadulsz. Akkor szabaddá tesz az ő igéje, szabaddá tesz ő. És és azt, azt kell mondanom, hogy, hogy lehet, hogy te a te erőddel nem ér sokat, de az ő kegyelme által igenis, hogy szabaddá válsz, az ő, ők kegyelmében benne van a, a szabadítása és a bűntől való szabadulás. Hitlépésre késztet. Kérdezem azt, hogy a te életedben van-e megrekedés, van-e olyan dolog, ami miatt azt gondolod, hogy hát rajtad még az Isten se tud segíteni. Van-e ilyen dolog? Mert hogyha most a az Isten azt akarja mondani neked, hogy, hogy, veled van az Úr erős vitéz, azt akarja mondani, hogy higgy bennem, hogyha ha, ha ima az ajtó előtt állok és zörgetek, ha megnyitod az ajtót, akkor bemegyek a, a szívedbe. Kérd meg, hogy jöjjön az életedbe, ragad meg, hidd el, amit mond, és, és fogadd el, és az Isten igéjét itt nyáron is, a 40 fokba is lehet olvasni, táplálkozz vele, erősödj általa növekedj benne a kegyelembe, növekedj, legyen vele személyes kapcsolatod, találkozz vele naponta, nőjön tovább fel az életed, és, 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 akkor nem gyáva módon fogsz cselekedni, mint ebben a helyzetben Gedeon, hanem harcosként, mint aztán később majd láthatjuk a történetbe. Ezért szeretnék imádkozni, hogy adjon az Úr szót, igét számodra szólítson meg, és hitáltal tapasztald meg, hogy ő neki van hatalma megszabadítani. Azért imádkozom. Uram, köszönöm azt, hogy a te szavad az igazi valóság, és nem az, amit érzünk, és amit gondolunk, hanem a te szabad az igazság, a te igéd igazság. És olyan jó, hogy a te szabad által Akarsz minket újjá teremteni. Az kérlek, hogy megragadjuk a te igédet. At kérlek, hogy, hogy meglássuk, megértsük, hogy te neked amit te mondasz, az az igazság. Vágyom arra, hogy ha van közöttünk, aki most nézi, van, van olyan valaki, aki, aki olyan krízisben van, ami a rossz döntéseiből fakadnak, és, és, most egyre jobban elbizonytalanodik benned, imádkozok érte. Imádkozom érte, testvérem, hogy, hogy halld meg a Krisztust, halld meg, hogy zörget a szíved ajtaján, és kérd meg, hogy Úr Jézus, gyere az életembe, Úr Jézus, töltsd be a te lelkeddel, Úr Jézus, jöjj, és átadom a szívemet. Amen. Bátorítalak erre, hogy hogy ahogyan Gedeonnál is majd meglátjuk, hogy inkább hit az Istennek, inkább higgyél te is az Istennek, mint az érzéseidnek, és megtapasztalod, hogy van szabadulás. Amen.